olyan mikroszkópikusan aprólékos műtéteket tudnak már elvégezni, amiről régebben nem is álmodtak volna. Így jellemezte a foniátriával, azaz a hangképzéssel kapcsolatos fejlődést Haki Tamás fülorgégész professzor. A nemzetközileg is elismert szaktekintély két előadást tartott a Debreceni Egyetemen. Az idegi és hormonális irányítási zavarokban is sok mindent fel tudunk fedezni. A terápiák is változtak, az operatív terápiák is, amik ugye elsősorban látványosak, tehát én végzek gégebénulások esetén hangajak hangszalag, hangajak feltöltést, középre tolást. A hang magasság változtatását már lehet operatív módon befolyásolni. A Debreceni Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika most tartja a szakvizsga előtt álló fülorgégész szakorvos jelöltjeinek egy hónapos szakvizsga felkészítő tanfolyamát, amely során a professzor nagy segítséget nyújtott. Igyekeztünk a legillusztrisabb, a szakma egyes bugyrait, részeit leginkább megtestesítő és képviselő egyéniséget hívni a tanfolyamon, hogy a szakoros jelölteket képezzék. Ebből a szempontból volt fontos a Haki professzorónak a felkérése, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolása révén Regensburgból a legnagyobb szaktekintélye a foniátriának, ami abár a fülorgégészetnek csak egy nagyon kis ága és egy kis szegmense, de a foniátriai kérdéseken belül a leginkább meghatározó véleménnyel és szemléletformálással bíró gondolatok az biztos, hogy tőle hangozhatnak el ezen a tanfolyamon. A Debreceni Egyetemen és országszerte is Haki Tamás professzor könyvéből tanítják a foniátria tudományát.